Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Bogár László, aki már itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is. Mielőtt rátérnénk a mai témánkra, ismét elmondom, hogy Bogár László könyvei rendelhetők az Ultrahang csatornáján keresztül, és mondom ezt azért is, mert közelegnek az ünnepek, így például a Káosz elmélete és gyakorlata című könyvvel kiváló perceket lehet szerezni karácsony és ünnep alkalmából. Tipikus ünnepi címe van, úgyhogy ajánljuk a kedves hallgatóknak. Meg tényleg fontos könyv, úgyhogy érdemes elolvasni. És azért is gondoltam, ha amikor a mostani beszélgetésünkre már egy ideje készültem, hogy hívjuk fel, mert ugye néhány héttel ezelőtt volt, hogy Lengyelországban becsapódott két rakéta, amivel kapcsolatban rendkívül sok vita alakult ki. Nem erről szeretném most kérdezni, inkább a sajtónak a felelősségéről, meg a nyilatkozatoknak a felelősségéről. Ugyanis amikor a nyilatkozatokat hallgatta az ember, akkor az az érzése volt, hogy itt bizony a nyilatkozó felek, mintha a világháború kitörésében lennének érdekeltek. És ahogy ráadásul a sajtó tálalta ezeket a híreket, az szintén elég félelmetesnek tűnt. Ugye nagyon sokat beszélgettünk már mi is egymással arról, hogy vajon kik irányítják a világot, de talán a média ebben belüli szerepéről, felelősségéről kevesebb szó esett. Szóval, hogy látja a sajtó, mint sokak által negyedik hatalmi ágként jellemzett terület, mennyire vesz részt itt a folyamatokban? Én úgy érzem, hogy szinte minden beszélgetésünkön azért érintettük ezt a kérdést, nem is nagyon lehet nem érinteni, mert, és azt hiszem, hogy ha egy mondatba kellene, vagy kettőbe belepréselni mindazt, amit ezzel kapcsolatban mindenféleképpen látnunk kellene, akkor az valahogy úgy hangozna, hogy még évezredeken keresztül minden ember számára a valóság közvetlenül átélhető volt, többnyire az egész életét ott töltötte, ahová született. Tehát minden tudása és minden információja a saját tapasztalatból származott. Ez az elmúlt évszázad során gyökeresen megváltozott. Tényleg ez egy ilyen több ezer évet átívelő folyamatnak a végét jelentette. Az elmúlt évszázadban ugyanis rohamos gyorsasággal egyre komplexebbé válik a világ. Például mondjuk a világ népessége is éppen a múlt héten lépte át a 8 milliárdot a világ össznépessége, és hát ahhoz képest, hogy az első milliárdhoz még több tízezer év kellett, aztán utána 100 év, meg 30 év, utóbbi négy egymást követő milliárdhoz már alig több, mint egy évtized, most is mindössze 11, nem egészen 12 év telt el azóta, hogy a világ elérte a 7 milliárdot, tehát a népesség miatt is, az, hogy van 220 ország, és közte, és ezek között az ország között hihetetlenül komplex együttműködés, szóval a világ rendkívül komplex rendszerré vált, ennek következtében szinte esélytelen az, hogy mindenről közvetlenül értesüljünk, és hát itt lép be a képbe az a valami, ami a latin közvetítő szóból, ugye médium egyes számban, média többes számban, vagyis nevében is viseli azt, hogy ő közvetítő, és ha nagyon jó hiszeműek vagyunk, akkor valójában akár el is hihetnénk azt, hogy a média egyszerűen csak szerény technikai közvetítő. Tehát mivel nem lehetünk jelen egy rendkívül komplex világban minden fontos történésnél, a média segít nekünk, és elmondja nekünk, tehát közli velünk, vagy hogy még inkább a média nyelvén fogalmazzak, szóval megmutatja a valóságot. Igen, talán ez a pontos, holott nem így van. A média nem megmutatja a valóságot, hanem egy történetet mesél el a valóságról, és ez óriási különbség, nem véletlen, hogy a narratíva kifejezés, ami valamiféle elbeszélési módot jelent, az ilyen óriási karriert futott be, mert az a világ, amelyben élünk, most már egyre inkább a narratívák globális háborújának világa. Ha kellően nagy erejű médiagépezeted van, amelyeket én most már leginkább globális valóságipari művekként szoktam említeni, akkor tetszés szerinti valóságokat gyárthatsz le.
és innentől kezdve hát elég bonyolultá, és legyünk őszinték, sok szempontból elég reménytelenné válik ez a küzdelem. Hogy más nem mondjak, ennek a háborúnak az egész lefutása, most még nyilván sejtelmünk sincs róla, bár bizonyos jelek azért arra utalnak, hogy talán nem fog örökké tartani ez a háború, tehát néhány hónapon belül azért elkezdődik valami olyan folyamat, ami valószínűleg több évet vesz igénybe, de mégiscsak létrejön valamiféle új békerendszer, tehát nem egyszerűen csak fegyverszünet, hanem valamiféle békerendszer, ami rendezi azokat a konfliktusokat, amelyek miatt a háború kitört. Tehát amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor így rekonstruálva a történéseket, egy valami biztosnak látszik, az orosz elitek nem mérték be azt, hogy média szempontból abszolút törpe Oroszország, de nem csak Oroszország, szinte mindenki más is. És ez azért is érdekes, mert általában mindig az orosz propagandára szokták azt mondani, hogy az elhiteti az oroszokat, elhiteti az egész világot. Én még azon is gondolkodtam, hogy az oroszok talán el is bízták magukat, hogy bedőltek a saját propagandájuknak. Nem, ez inkább vicc természetesen. Tehát maga az orosz propaganda is az, hogy az orosz propaganda például beavatkozik az amerikai elnök választásba, sőt, egyáltalán Donald Trumpot egyenesen a Kremlből távvezérelve választották meg. Ezek a természetesen hamis narratívák pontosan azt mutatják, hogy milyen óriási ereje van az amerikai birodalmi médiagépezetnek, amelynek értelemszerűen pont az az érdeke, hogy úgy tüntessen fel, de ez abszolút logikus egyébként, hogy úgy tüntesse fel, hogy Oroszország, hát igen, mert ugye Ronald Reaganről persze a legnagyobb tisztelettel illik megemlékezni, vannak valóságos teljesítményei, de ugyanígy színjáték volt részéről, amikor ugye úgy fogalmazott, hogy a Szovjetunió a gonosz birodalma. Kölcsönösen leszokták gonoszozni, meg gyilkososozni egymást a birodalmi vezetők, de ez gyerekes, ez ilyen óvodás tempó értelemszerűen, és ami igazán perdöntő az az, hogy végül is minden konfliktusban az lesz a győztes, és ezért gondolom azt, hogy most is így vélem, akkor is, hogy végzetes tévedés volt az orosz elitek rész, akármilyen kényszerhelyzetben voltak, de végzetes tévedés volt. Majd a történelem persze megmutatja, tehát lehet, hogy végzetes tévedésben vagyok, amikor azt mondom, hogy az orosz elitek részéről végzetes tévedés volt ennek a háborúnak az elindítása, illetve az, hogy nem is a háború megnyerése, mert nyilván nem az volt a cél, a háborúkat általában nem lehet megnyerni, mindenki vesztes minden háborúban, hanem az volt a reményünk, hogy valamivel talán a globális hatalmi rendszerben valamivel jobb pozíciót érhetnek el ezzel a háborúval. Ma már teljesen egyértelmű, hogy nem csak, hogy javítani nem tudnak a globális hatalmi pozíciójukon, hanem tudomásul kell venni, hogy némileg romlani fog. Nem olyan mértékben fog romlani persze, mint ahogy az amerikai birodalom szerette volna, hiszen ezért provokálta ki a háborút, de mindenféleképpen romlani fog. Tehát, hogyha egy ilyen, hogy mondjam, sorrendet kellene felállítani, hogy mindenki veszít persze, de hogy a globális hatalmak közül kiveszít a legkevesebbet és ki a legtöbbet, akkor egyértelmű a csúcson Kína van, aki alig veszít, sőt, akár hosszabb távon nyertese is lehet mindennek. Utána Amerika következik, aki azért lényegesen nagyobb mértékben veszít ezzel a háborúval, mint ahogy eredetileg gondolta. Ennél sokkal nagyobb mértékben vesztes Oroszország, és a totális vesztes az Németország, illetve hát az Európai Unió, de az én értelmezésemben erről beszéltünk már néhányszor, az Európai Unió nem más, mint a Európába öltözött negyedik német birodalom. Tehát körülbelül így áll. Ukrajnáról itt nem is beszélnék, mert Ukrajna lényegében megsemmisíti még azt a köveset is önmagából, ami eddig Ukrajnaként létezett. Tehát ő nem egyszerűen vesztes, hanem egy megsemmisítésnek az áldozata, ami egy nagyon szomorú történet, és valóban nehéz erről beszélni, bár valószínűleg az előttünk álló kalandos évek során
szörnyű dolgok fognak történni. Tehát lényegében teljesen kivégezte magát. De nem akarom elterelni, mert ugye itt alapvetően a média, illetve a megszólalások felelősségére. Csak abból a szempontból talán mégiscsak tudunk összefüggést is találni a kettő között, hogy miközben nem túl rózsás a helyzet Ukrajnában, és most nem a hadműveletekre gondolok, hanem a társadalmi változásokra, a háború okozta problémákra, eközben azok az emberek, akik mondjuk csak és kizárólag a mainstream nyugati média narratívája szerint képzelik el az ukrán háborút, akár még azt is gondolhatnák, hogy Ukrajna győzelemre áll, nagyon jól teljesít, Zelenszky minden nap hősként nyilatkozik, és beszélgetek nyugati emberekkel, akik nagyjából ezt is mondják, hogy az ukrán társadalom egy emberként áll ki az elnökük mellett, aki az életét kockáztatva harcol a gonosz és embertelen Putyin rezsimje ellen. Ez is azt jelzi, amit most tett az az utóbbi néhány mondat, valóban az a narratíva, amit az amerikai birodalom egyébként valóban sikeresen tett globálisan uralkodó narratívává. Hát csak annyi a hibája neki, hogy hát meglehetősen kevés alapja van. A helyzet abszolút nem így áll. Nyilván, szóval belemehetünk ennek részleteibe, de eleve az, hogy tulajdonképpen a háború kitörése után már egy-két hónappal minden mainstream elemző is, tehát akik a maga mondjuk George Friedman is teljesen természetesnek tekintette, hogy ez egy proxy háború, sőt ugye George Friedman, akire szinte mindig hivatkozunk, már 15-ben azt mondta, hogy az amerikai birodalom, tehát 2015-ben a 14-es majdani sajnálatos esemény, majdanon történt sajnálatos események követően 15-ben úgy fogalmazott, hogy az amerikai birodalom most már a negyedik háborúját vívja annak érdekében, hogy Németország és Oroszország hosszú távú kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködését szétverje, mert ez kifejezetten káros és veszélyes az amerikai birodalomra nézve. Tehát már a két világháború, meg a hidegháború is azért a két világháborút, illetve a hidegháborút is úgymond azért provokálta ki az amerikai birodalom, és az amerikai birodalmat mozgató, általam nem létező erőnek tekintett, és valóban láthatatlan vagy beazonosíthatatlan globális szuperstruktúra azért robbantotta ki, mert valóban veszélyes. Tehát az amerikai birodalomnak már a létére is, hát még a világméretű befolyására kifejezetten veszélyes a német-orosz együttműködés, és mivel az utóbbi néhány évtizedben ehhez egyre inkább Kína is csatlakozott, na az meg a végzet, mert értelemszerűen egy európai, tehát német, orosz és kínai együttműködés pedig gyakorlatilag teljesen okafogyottá, nem létezővé tenni egyetlen pillanat alatt az amerikai birodalmat. Tehát ezek preventív proxy háborúk, ebben a mainstream szakértők is egyetértettek, tehát ebben az értelemben Ukrajna nem tényező ebben. Ukrajna annyiban tényező, hogy egy lőtér, hát ez meg lelke rajta az ukrán uralmi csoportoknak, meg magának az ukrán társadalomnak, ha és amennyiben egyáltalán van olyan, hogy ukrán társadalom. Én azt hiszem, hogy nincs. Ez egy metafora. Vannak szuperelitek, ezt látjuk, hogy milyen autókkal érkeztek ide, azok már mind el is hagyták Ukrajnát természetesen, szóval azért egy lőtéren nem szívesen tartózkodnak azok, akik a szupernyertesei. Tehát ez a felső 5% az már nyilván elhagyta. Tehát ez tulajdonképpen a globális elitek lokális társadalma, lokális helytartó társadalma, akik persze ukrán állampolgárok, meg ukrán útlevelük van, de túl sok közük, azon kívül, hogy kifosztották a saját hazájukat, azon kívül túl sok közük Ukrajnához nincs, ők már szét is spricceltek, és nem valószínű, hogy valaha is visszamennek, csak szivatják, mert természetesen az érdekeltségeik azért megvannak, és hát van egy 8, eddig 80, most már inkább 90%-os pária társadalom, amelyik szörnyűséges, általunk elképzelhetetlen afrikai nyomorúságban élt egyébként már a háború előtt is, hát ezután meg aztán
különösen. Tehát ezekről érdemes lenne beszélni, de nem tudunk beszélni róla, mert ez nem jön át. Jó, itt most az útra hangban persze beszéltünk róla, de és ez végül is, ez is elér néhány százezer embert, de attól tartok, hogy az a néhány százezer ember, most persze egy kicsit ugye magam ellen beszélek, vagy a beszélgetésünk ez nélkülünk is tudja, vagy legalábbis sejti, hogy valójában így áll a helyzet. Talán a beszélgetésünk, és ennyiből nagyon köszönöm a lehetőséget, meg azt, hogy erről egyáltalán beszélgethetünk. Egyébként én annyival árnyalnám, vagy hát inkább javítanám a képet, hogy én azért vagyok talán bizakodóbb, mert Magyarország esetében azt látom, hogy a közbeszéd része lett, hogy egyáltalán ilyenről beszélünk, még hogyha csak pár százezer embert említ, de hogy talán Magyarországon a nagy átlaghoz képest még így is többen mernek egyáltalán kérdéseket feltenni. Igen, az, hogy egyáltalán létezik ez a beszédtér, az valóban nagyon komoly eredmény. Nem nincsenek részletes ismereteim erről, de az a benyomásom, akkor fogalmazunk így, hogy nem nagyon van olyan ország ma Európában, ahol legalább nyíltan lehet ennek a, tehát egy olyan nézőpontból szemügyre venni ezt az egész kérdést, amelyik, és akkor itt egy vicces helyzet adódik, mert természetesen az uralkodó narratíva ezt a narratívát, amelyben most mi beszélgetünk, ami egyszerűen csak arra törekszik, hogy hát egy picit magasabb nézőpontból tekintsen rá, tehát egy kicsit tágabb kontextusba ágyazva tekintsen rá erre az egész kérdéskörre, azért is azonosítottuk be a háború rétegeit. Ezt az uralkodó narratíva azonnal, megint csak vicces módon, mondjuk orosz propagandaként írja le. Hát ami, jó, ezt nem minősíteném. Érthető, tehát teljesen érthető, hát mint ahogy az is érthető volt, hogy Donald Trumpot azonnal orosz kémnek állították be, és tulajdonképpen végig 4 éven keresztül folyt ellene a vizsgálat, sőt, ugye mostanában is inkább felmelegítenék azt is, ráadásul ott is az is ugyanilyen provokáció volt a január 6-a, ugye, hogy akkor az ő uszítására ott polgárháborús, megrohamozták a Kapitóliumot és egyebeket, tehát látjuk, hogy azért is írok, hogy a káosz elmélet és gyakorlat, összeesküvés elmélet és gyakorlat, tehát a világ tényleges urai folyamatosan gyakorolják, ha úgy tetszik, ezt az összeesküvés, mégis folyamatosan minket vádolnak összeesküvés elméletgyártással, hogyha nem teszünk egyebet, csak egyszerűen, amikor nyilvánvalóan valami ilyen történik, akkor megpróbálunk rámutatni ezekre az összefüggésekre, de nincs ebben semmi meglepő, mert ez is ugyanannak a globális narratíva háborúnak a része, ahol, és ez nagyon fontos, rögzíteni, hogy nincsenek úgymond nyertesek és vesztesek, mert nincs egy külső pont. Tehát folyamatosan háborúzunk. Nyilván én el tudom képzelni, hogy mindenki meg van győződve, tehát a jó szándékú nyugat-európai emberek is meg vannak győződve, hogy abszolút az az igazság, hogy van egy csodálatos, szabadságszerető, végtelenül demokratikus, kedves, emberséges ország, és annak a hősies vezetője, ez Ukrajna, amit a csúnya, a gonosz birodalma teljesen ok nélkül, unprovoked, ahogy ugye elterjesztették, tehát semmiféle provokáció, semmiféle oka nem volt Oroszországnak, és mégis brutálisan megtámadjan. Most aztán már abba tartál, amikor azt is elkezdték nyomatni ezek után, és hogy természetesen nem fog megállni Ukrajnánál, hanem lerohanja egész Európát, és mindent letipor, és szóval és az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen, hogy tényleg magas képzettségű, akár akadémiai szintű, vagy akadémikus szintű, tudományos fokozatokkal rendelkező csúcsértelmiségiek is Magyarországon is, meg Európa szerte ezt hevesen bizonygatják, hogy igen, így van, és abszúg mindenki, aki egyáltalán csak merészel ehhez az egyetlen igaz hitű narratívához képest bármit mondani, és teszik mindezt, ez a legnagyobb vicc, teszik mindezt a liberális eszme nevében, ami, mint tudjuk, Voltaire-t szokták állandóan idézni, hogy én ugyan nem értek egyet önnel, de a
az életemet is odaadnám azért, hogy ön szabadon mondhassa azt, amivel én nem értek egyet. Ez lenne az igazi liberalizmus. Szerintem ez is inkább csak valamiféle legenda. Voltaire alig ha mondott ilyeneket, de mondjuk tételezzük fel, hogy mondott, ez szépen kifejezné a liberalizmus lényegét, de amit ma látunk, az minden, csak nem ez. Azon gondolkodtam, és a fülemben cseng egy korábbi mondata, miszerint Ferenc Ferdinánd is valahogy oda löködött annak idején, az első világháború idején a merénylő elé. Igen, hogy... nem volt könnyű oda taszigálni, mert ugye aznap háromszor is már megkísérelték, aztán végre csak sikerült. Igen. Hogy ott is felmerül a kérdés, hogy egy ilyen eset miatt hogyan törhet ki egy világháború. És hogy egy kicsit, mintha most is az lenne, hogy bizonyos érdekkörök arra játszanak, hogy bárhogy, de eszkalálódjon ez a konfliktus, és a világháború szóval én nem szeretek dobálózni, de például a lengyel rakéta incidens kapcsán elhangzó, például ukrán elnöki nyilatkozat alapján, én azt és a médiának a tudósítása, azt még hozzátenném, hogy szerintem itt a NATO meg az USA egész kulturáltan viselkedett, de a média tudósítások és ahogy a sajtócikkek, jegyzetek, vélemények, kommentárok megjelentek, azok alapján tényleg úgy tűnt, mintha itt az emberiségnek lenne egy olyan része, aki arra vágyik, hogy mindenki csatlakozzon ehhez a háborúhoz. Hát ez így van, de azt hiszem, hogy finom distinkciót kellene tenni azok között, akik persze végtelenül, felelőtlenül, gátlástalan cinizmussal tudják is, hogy ez természetesen nem helytálló, amit mondanak, de vélt vagy valós, hát azért inkább vélt, mert mondjuk világháborúval, atomháborúval játszadozni, mert abból nekem előnyöm származik, ez mondjuk azért elég necces azt feltételezni, hogy nekem érdemes az atomháborút is akár kockáztatva provokálni, mert én biztos, hogy jól jövök ki ebből az egészből. De mondjuk tételezzük fel, hogy ha nem is feltétlen, mert ez nyilván idiotizmus volna, tehát ez így elképzelhetetlen, de azért, ha nem is atomháború, meg mindent megsemmisítő háború, de hogy nekem érdemes a háború tovább éleznem, mert, és itt jön a lényeg, én azok közé tartozom, akik a háború után előnyösebb pozícióba kerül, mint ahogy a háború előtt volt. Ez kétségtelen így van. Most az, hogy milyen magyarázó ideológiát választanak ehhez, az érdektelen. Tehát tök mindegy, nyilván mindig mondanak valami fennkölt, hihetetlen, operettes díszletek között előadják, hogy ők mindig is a függetlenség, a szabadság, egyéb pedig valójában csak a nyers, tehát egy szűk érdekcsoport nyers érdekei. Ez mondjuk az amerika-iraki inváziójánál is látszott, a Halliburton nevű vállalat, meg a Bush család, meg a Cheney család együttműködése és egyébek, tehát úcska kis Pityaner családi kasszát gyarapító, vagy hát Biden fia Ukrajnában, tehát az ember nehezen hiszi el, hogy világháborút kockáztatnak, meg százezrek halála, akár közvetlenül is ebben a háborúban, csak azért, hogy a családi kassa egy kicsit jobb állapotba kerüljön, mint mondjuk a Biden család esetében, de hát igen, az ember esendő és gyarló, tehát a nagy világhatalmi összefüggésekbe tulajdonképpen ezt is be kell kalkulálni. Tehát ez az a rész, amelyik gátlástalanul és cinikusan mindenre magasan téve csak a saját közvetlen nyers érdekeit követi, és ezért cinikus gátlástalansággal mindenre képes, pláne ha ilyen harmadik vonalbeli színész az illető, mint a jelenlegi ukrán elnök, akinek szerintem 3 év múlva már a nevére se fog emlékezni senki, nemhogy nemzeti hős nem lesz, hanem a nevére sem emlékszik senki, legfeljebb a média szakértők vagy történészek. Tehát a kisebbik része ilyen, de a nagyobbik része ezeknek az embereknek egyébként jó szándékú ember, aki hát egyszerűen szeretne egy viszonylag egyszerű, áttekinthető és számára többé-kevésbé elfogadható magyarázatot, és akkor hát ha ebben találja meg, akkor ezt követi,
És nyilván erre rengeteg média elmélet van, Joseph Klepper elmélete a legfrappánsabb, a szelektív észlelésről, vagyis hogy ha egyszer valaki leparkolt egy narratíva mellett, akkor utána már nem szívesen változtat rajta, mert macerás, meg saját magammal is ellentmondásba kerülök, hát én nem lehetek ilyen hülye, hogy elhittem azt a valamit, nem, akkor inkább kitartok emellett, és onnantól kezdve keresi is a lehet minden esélyét annak, hogy kizárólag olyan információk jussanak el hozzá, tehát olyan médiát hallgat, vagy néz, olyanokat olvas, olyanokkal beszélget, akik azt erősítik meg benne. Ez kell az én, az ego megerősítéséhez, mert egyébként kognitív diszonancia keletkezik, ugye Festinger híres elmélete szerint, és az senki nem szereti, mikor kognitív diszonancia, tehát feszültség keletkezik az egóban, és ezért inkább a szelektív észlelés, ahogy Klepper mondja, hogy akkor arra törekszem, hogy kizárólag olyan információk jussanak el hozzám, amik abban erősítenek meg, hogy én milyen okos, ügyes és talpra esett ember vagyok, hogy milyen jól látom a világ alapvető összefüggéseit. Na igen, csak hogyha mindenki a saját maga kénye kedve szerint válogat olyanokat, akik csak megerősítik az ő vélt vagy valós elképzelését, akkor így jönnek létre a vélemény buborékok, amelyek sok esetben áttörhetetlenek. És akkor most én, ha engedje meg, hogy egy személyeset kérdezek, de ön hogy oldja meg azt, hogy ne kerüljön bele egy vélemény buborékba? Először is, ugye I am a very old man, szóval én egy nagyon öreg ember vagyok, és az öregség úgy azért, az öregség csak rossz következményekkel jár, de kétségtelen van valami furcsa felszabadító hatása is. Tehát ugye, én mindig is kíváncsi, tehát kisgyerekkoromban rettenetesen kíváncsi, ezt máig is megőriztem, tehát egyszerűen érdekel a létezés. Viszont szerencsére én legalábbis azt hiszem, azért valamennyire sikerült megőriznem azt a képességemet, hogy azért átlássak legalább a saját szitámon, meg ha ez lehetséges, akkor másokén is. Tehát én ezt egyszerűen úgy oldom meg, nagyon macerás, tehát ezt már csak egy ilyen kis nyugdíjas tudja megtenni, mint én, hogy minden nap, nem vicc, tehát minden este, miután dögre olvastam magam, mert minden áramlik rám a egyetemen is, ugye egyetemi oktatóként is élvezem ezt az egészet, hogy és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, megállás nélkül olvasok, meg záporoznak az információ, és igen, és este azért mindig szánok rá egy-két órát, hogy ilyen, ahogy Hanvas Béla mondja, transzcendens derűvel végig gondoljam a napomat, és végig gondoljam azt, hogy vajon azok az információk, az az információ tömeg, ami elért, az hol, milyen ponton késztet arra, hogy bizony lebontsam a tegnapi narratívámat, és újra felépítsem azt a narratívát, ami szerint majd holnaptól fogom nézni a világot. És igen, ebben időnként olyan dolgok is vannak, ami roppant kényelmetlenek. Tehát nagyon, igen, az ember akkor elgondol a francba, tehát most tényleg hogy lehettem ilyen hülye, miért így láttam, igen, tehát ez kétségtelen kognitív diszonancia, tehát feszültség keletkezik az egóban, ugye ismeri a híres falfirkát, hogy tegnap még egy kicsit nagyképű voltam, de ma már tökéletes vagyok. Valahol a lelkemén mindenki így gondolja, hogy tökéletes, csak hát kéne ápolni azt a valakit is, akit elegánsan fogalmazva az önreflexió alanyának tekintünk, szóval aki rá tud tekinteni magára, és egy kicsit leoltja ezt a nagyképű hiú majmot bennünk, hogy nyugi öreg, tehát lazulj el, és gondold végig, hogy amit ma átéltél, abban bizony van három olyan kritikus pont, ami arra kell, hogy késztessen, hogy gondold újra. Még egyszer mondom, ez rendkívül munkaigényes, energiaigényes, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben nagyon nehéz feladat, tehát nem nagyon biztatnék rá senkit, de azért halkan hozzátenném, saját magamnak is üzenem, hogy a méltó emberi élet egyetlen lehetősége mégiscsak ezen az úton érhető el. Az, hogy ez nagyon nehéz, nekem sem sikerül az esetek nagy részében, de azért legalább tudok róla, hogy létezik ez az összefüggés, és próbálok ezen az úton
haladni, hát ez egyelőre legalábbis működik. Elnézést a hosszú önvallomásért, de ha már fontos ilyen konkrétan rákérdezett, akkor... Meg szerintem azért is jó, mert nyilván önt is hallgatják a hallgatók, és akkor valami képet mégiscsak kapnak arról, hogy honnan tájékozódik, és mi a gondolkodás módjának a filozófiája, mert gyakran már azt látom, hogy azt is meg kell tanulni, hogy hogyan gondolkodjunk, mert itt merül fel bennem ismét a média felelőssége, hogy vajon mi a céljuk, hogy megosszák a társadalmat, hogy dezinformáljanak, hogy belenyúljanak a média, maga is belenyúljon a politikai, társadalmi világfolyamatokba. Sok esetben látom azt Magyarországon is, hogy újságírók akarják elvégezni például a politikusok helyett a munkát. Hát ez azért is, ez teljesen evidens, abszolút így van, mert hiszen az, hogy az emberek, tehát egy ember és az emberek tömegei is, mondjuk akár Magyarországon, akár az egész világon mit és hogyan éreznek, mit és hogyan gondolnak, mit mondanak ki ezek után, és ezt követően hogyan cselekszenek, hogyan döntenek és hogyan cselekszenek, azt dönti el, hogy melyik valóságban élnek. Tehát aki a valóságot uralja, vagyis az alapját annak, hogy az emberek mit éreznek, mit gondolnak, mit cselekszenek, hogyan döntenek, az a világ ura. Tehát és teljesen ebből a szempontból teljesen, igen, most hirtelen eszembe jutott Mark Twain, zseniális mondásai vannak, de talán az egyik legkedvesebb az, hogy az utóbbi időben, őket tette közé Mark Twain, az utóbbi időben halálomról megjelent sajtóértesülések erősen túlzóak. Azt hiszem, hogy ennél finomabb iróniával nem lehet kifejezni a lényeget. Igen, szóval kell egyébként irónia és humor önreflexió nélkül ebben a világban nem lehet létezni. Tehát tényleg végzetes lejtőre kerülhet lelki, erkölcsi, szellemi értelemben az, aki túlságosan komolyan veszi önmagát. Nem arról van szó, hogy ne tiszteljük önmagunkat, hogy azért ne legyen valamiféle személyes integritásunk, de azért olyan nagyon komolyan venni se kell magunkat, hanem mindig nyitott, tehát abszolút mindenevő vagyok, mindent most szándékosan nem mondok olyan sajtó vagy média orgánumokat, mindegyiket tüzetesen el, azokat is, akikről úgy sejtem, hogy a világon semmivel nem fogunk. Tehát vicces módon ebből a szempontból én teljesen liberális vagyok, ahogy Voltaire mondta, tehát én teljesen elfogadom, hogy én ugyan abszolút nem értek ezzel egyet, de nagyon helyes, hogy te is vagy, és elmondod azt, amivel én abszolút nem értek egyet. Ennél csak az lenne jobb, hogyha hát esetleg kölcsönösen folyamatosan meg is hallgatnánk. Tehát nem csak én olvasnálak téged, hanem mondjuk te is meghallgatnál engem, és akkor, és nem kell neked se, hogy egyet értsél ebben, csak a, mint ahogy egyébként a Partizánba is bementem. Azzal mi lett? Azt kérdezték a hallgatók. Hát igen, nem tudom, mi történik, világért se szeretném sürgetni, ennek ugye most már, ha július, vagy illetve augusztus, akkor ugye negyedik hónapja lesz, hogy egy 4,5 órás beszélgetést folytattunk, ahol kölcsönösen figyeltünk egymásra, és ugyan semmiben nem értettünk egyet a Marcival, de azért meghallgattuk egymást. Egyébként Gulyás Mártonban azt tisztelem, hogy ő... Világért azért... se szeretném sürgetni, hát jó munkához idő kell, ahogy, igen. Ahogy ugye... tudjuk, most még nem került fel 4 hónap elteltével, de hát egyszer csak felkerül, vagy valami... Ugye Haben sua fata libelli, tehát minden könyvnek megvan a sorsa, minden megnyilatkozásnak megvan a maga sorsa, az majd megy a maga útján. Ez már nem feltétlenül az én dolgom, hiszen utána, ahogy ez kikerült, onnantól ugyan tőlem származik, de nem az én magántulajdonom, hanem hát a sors energiák döntik el, hogy mi történik majd.
Egyébként pont azért sem értem, hogy miért került ki, de nekem meg nincs közöm hozzá, csak kívülállóként mondom, hogy én Gulyás Mártonban azt tisztelem, hogy szerintem nagyjából a világ alap dolgaival kapcsolatban semmiben nem értünk egyet, de hogy ő legalább az álláspontját tudja képviselni, és meg tudja indokolni a saját álláspontját, és tud is vitatkozni más világnézetű emberekkel. És őszintén emberekkel. Kíváncsi arra is, ami teljesen más, próbál vitatkozni, és egy bizonyos ponton ő is belátja, hogy jó, akkor mind a ketten elmondtuk azt, amit nagyon érdekes volt. Nekem is azt mondta a végén, hogy élmény volt. Mondtam, nekem is kész. Tehát azt hiszem, hogy ez ennél többet nem is feltétlenül kell, vagy ennél többre nem is feltétlenül kell, hogy törekedjünk. Mert ugye a vitánál gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy vagy egyikünk, vagy másikunk nyerjen. És ha valaki ez az, nem hogy legyőzni. Így van, hogy nem csak meggyőzni, meg legyőzni, de miért kéne? Tehát pont a liberalizmus mondja azt, hogy miért kellene akár meggyőzni is, vagy legyőzni is a másikat. Miért nem lehet az, hogy többféle narratíva van, és aztán majd tesszük a dolgunkat, és ugye ahogy Petőfi mondja ebben a hihetetlen filozófikus mondatában, hogy az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Hát, viszont az idő úgyis el fogja dönteni. Ami nekem most újdonság még egy kicsit a magyar közbeszédben is, hogy ha így mióta én élek a sajtót néztem, akkor először azért elég szigorúan szétválasztották a tényeket és a véleményeket, tehát a hírt meg a publicisztikai műfajt. Aztán egy idő után ez úgy elkezdett keveredni, és a hírben már jelzős szerkezettel éltek nagyon sok esetben, és aztán már nem tudtam eldönteni, hogy ez most hír vagy egy véleményműfaj, ami hát most igen. Újdonság, hogy most meg ilyen a hír az egyúttal egy ilyen morális valami lett, és hogy miközben arról beszélünk, hogy Oroszországgal és Ukrajnával mi a helyzet, sok esetben számon kérnek minket, hogy egyáltalán erről hogy merünk beszélni, hiszen ha beszélünk róla, akkor háborús bűnösök vagyunk. Igen. Azt hiszem, hogy sikerült eljutni egy már-már teljesen abszurd, tehát ilyen groteszk helyzetbe, ez pontosan így van, és nagyon köszönöm, ez egy frappáns összefoglalása volt a lényegnek. Nem tudom, ma nincs elképzelésem arról, hogy ebből a helyzetből hogy fogunk kikeveredni. Ez egy folyamatos lejtőn jutottunk el ideáig, és ezt én egy hihetetlenül veszélyes helyzetnek gondolom. Ez ugyanis tökéletesen lehetetlenné tesz minden, a legelemibb szintű ember. Szóval ez totálisan szétver egy emberi közösséget, ami hát nem túlságosan kedvező. Igen, vissza kellene térni oda, hogy evidenciának tekintsük azt. Én őszintén szólva ebben a szétválaszthatóságban nem nagyon hittem, hát ma meg aztán végképp nem is nagyon tudok hinni, és azért nem, mert a média az eleve két rejtett hatalommal rendelkezik, az egyiket én tematizációs hatalomnak, ez napi rend elmélete, erről is több elmélet van, de mondjuk tematizációs hatalomnak, a másikat meg értelmező hatalomnak szoktam nevezni a média elméleti óráimon. Az egyik mondja meg azt, hogy miről, a másik meg azt mondja meg, hogy mit kell gondolnia annak, akinek kedves az élete. Tehát a miről az a tematizáció, mert ez is nagyon lényeges, hogy mi a téma. Tehát ugye van egy hierarchiája azért a híreknek, és ezt azonnal érzékeli a hír befogadója, hogy mi kerül előre, és mi az, ami totálisan elnyom mindent, mert az egyúttal azt sugallja, hogy ez a legeslegfontosabb, pedig ez nem biztos, hogy így van. Tehát az már önmagában egy állásfoglalás, hogy a hírek hierarchiáját, tehát ugye ott van a történések végtelen áramlása, de hogy egyáltalán miből lesz hír. Tehát ezen is érdemes lenne nekünk hétköznapi embereknek elgondolkodni, hogy egyáltalán miből lesz hír, hiszen percenként milliónyi történés megy végbe a világon, és az képtelenség, hogy mindegyikről tudósítsanak minket, nem is kell, mert nincs is igényünk rá, de akkor hogy válogat, tehát ki, igen, ki, és hogyan válogat, ki dönti el,
hogy egyáltalán valamilyen történésből hír legyen, egy, és miután bekerült a hírek közé, kidönti el, hogy milyen hierarchiában rendeződjen. Óriási hatalom. Ez a rejtett tematizációs hatalom óriási befolyást ad, és ráadásul láthatatlan és ellenőrizhetetlen befolyást ad a médiának, és valóban így van, ahogy mondja, hogy már az is gondolatbűn, tehát háborús bűn, hogyha valaki ezt felmeri vetni. És bocsánat a tiszteletlenségért, de azért hagyj említsem meg, hogy 96-ban volt egy roppant drámai történés ezzel kapcsolatban, amikor Heller Ágnes egy előadása után a vitában kimondott egy olyan mondatot, hogy a holokauszt kívül van a történelmen, amin ő azt értette, hogy aki erről egyáltalán értekezik, az már azzal is erkölcsileg súlyos bűnt követel. És rá néhány hónapra viszont Nádas Péternek megjelent egy igen nagy terjedelmű írása egy vasárnapi Népszabadságban, amelynek a lényegét, ha egyetlen mondatba sűrítem, az volt, hogy kedves Heller Ágnes, pontosan az a baj, hogy a holokauszt kívül van a történelmen, és be kellene hozni. És ez iszonyú erőfeszítéseket kívánna minden féltől, de amíg ez nem történik meg, pontosan az a baj, most nem részletezem, tehát két álláspont, két egymás teljesen kizáró álláspont, de például ott sem történt ez követően semmi. Arról se tudunk, hivatalosan nem válaszoltak egymásnak, tehát Heller Ágnes nem válaszolt erre, pedig egy nagyon nagy erejű történelmi kérdésben pontosan ez mutatkozik meg, hogy van-e olyan, létezhet-e olyan az emberi világban, amire azt mondjuk, hogy ez nem az emberi világ része. Tehát már az is gondolatbűn, ha egyáltalán felvetjük annak lehetőségét, hogy ez tárgyalható, hogy ez elemezhető, horribile dictu, az ehhez való viszonyunk módosulhat a történelem során, míg a másik álláspont meg azt mondja, hogy ez képtelenség. Minden, ami ember, ami az emberrel történik, az mindig, mindörökké, folyamatosan és állandóan vitatható és vitatandó. Abszolút nem kell természetesen, hogy bárki egyetértsen akármelyikkel, akár Heller Ágnessel, akár Nádas Péterrel, de a kettő közül valamelyik, szóval ez egyszerre nem lehet igaz a kettő. Na. De, igen, és már így is nagyon messzire mentem. Igen, igen, és bocsánat, akkor én most lehet, hogy még messzebbre viszem, de akkor már kihagyhatatlan, és én erről régóta akartam beszélni, úgyhogy akkor most megragadom az alkalmat, hogy én például nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarországon, amikor háttérhatalmakról beszélünk, illetve a világ nem létező urairól, akkor ezeket a diskurzusokat bizonyítékok alapján és antiszemitizmustól mentesen folytassuk. Pontosan azért, mert mindig, amikor ezek a témák szóba kerülnek, akkor nagyon gyakran ugye azzal intézik el, hogy ha erről beszélünk, akkor antiszemiták vagyunk. Miközben mondjuk jó magam, abszolút nem tartom magam antiszemitának, sőt, inkább vállaltan filoszemitának tartom magamat. De ugye, ha mindent elintézünk ilyen címkézésekkel, hogy háborús bűn, antiszemitizmus, stb., akkor egy idő után tényleg nagyon nehéz nem az igazságról beszélni, mert én nem akarom azt mondani, hogy az igazságról beszélünk, hanem egyáltalán az igazság keresésével kapcsolatos kérdéseket feltenni. Pontosan erről van szó. Ha komolyan gondoljuk azt, hogy jó szándék van és emberséggel az igazságot keressük, akkor hát igen, szóval akkor tisztelettel, tehát természetesen tisztelettel és együttérzéssel, illendő módon, de nem lehet olyan kérdés, nincs, és nem is lehet olyan kérdés, amit ne lehetne feltenni. Igaz, ugyan ehhez hozzá kell tenni ugye az ősi intelmet, hogy szeressétek azokat, akik keresik az igazságot, de óvakodjatok azoktól, akik már meg is találták azt. Hát most tulajdonképpen eddig alapvetően azt hiszem erről beszélgettünk, hogy nincs veszélyesebb dolog, mikor valaki úgy gondolja, hogy ő már megtalálta az igazságot, és innentől kezdve pedagógia, vagy hát annál egy kicsit érdesebb eszközökkel az a feladata, hogy akik még tévelyegnek, és nem találták meg ezt általa igazságnak, vagy azokat megtérítse akármilyen módon. Na most minden tragédia, ami az emberiség történetében lejátszódott, azt mondta, erre vezethető vissza.
És ez a térítés, ez egyébként egy nagyon érdekes szó, mert minthogyha most minden oldalról térítési kísérleteket látnék. Én meg kicsit furán is érzem magamat, mert én tényleg nem akarom téríteni a hallgatóimat, hanem inkább valami fajta közös gondolkodásra invitálni. Meg szerintem ön is így van ezzel, azért is szeretek önnel beszélgetni. Én azt hiszem, hogy hogy az ultrahang rendkívüli népszerűsége pontosan ennek a mentalitásnak köszönhető, amiben egyszerűen csak annyi, ez persze hihetetlenül nagy érték, hogy önben valóban megvan, ez egy nagyon szerencsés, valószínű, többféle dolognak kell szerencsésen összejönni ahhoz, hogy az ön személyisége valóban hitelessé teszi. Gyanítom, egyébként önben is van egy alapvető kíváncsiság, tehát enélkül mondjuk elég nehéz lenne a világ dolgairól beszélgetni, tehát van egy alapvető kíváncsiság, és amit ugye sokszor idéztünk a híres Kosztolányi csoda, hogy csodálkozol a kokainistán, nem érted, gondolkodj el az okainistán, és megérted, amit ő egyébként ugye abból a francia mondásból, ennek a műfordítása valójában, hogy tu comprends, tu pardonné, vagyis megérteni egy kicsit annyi, mint megbocsátani. Tehát ha valóban őszintén kíváncsiak vagyunk, és megpróbáljuk megérteni, hogy a másik miért érzi, miért gondolja azt, akkor az azért talán nem a megbocsátás a legjobb, de mindenféleképpen valamiféle emberi szolidaritást, vagy együttérzést azért csak el tud indítani, mert enélkül nincsen semmi. Tehát ahogy Schopenhauer mondja, az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi, és ez nem csak a fizikai egészségre, sőt én azt gyanítom, nem is elsősorban a fizikai egészségre, hanem a lelki, erkölcsi, szellemi egészségre is igaz. Ez a mai végszó. Bogár László, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon, nagyon köszönöm a lehetőséget.